Idén 14. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Baranya megyei szervezete a Baranya megyei Prima díjátadógálát. Az ünnepségnek ezúttal a Siklósi vár adott otthont. A díjazottak mind egyetértenek abban, hogy nagy öröm és megtiszteltetés a cím birtokosának lenni. Bizonyos szempontból meg egy nagy feladat, mert mégiscsak az ember kap egy díjat, akkor utána érzi annak a súlyát, és vállalnia kell a további feladatokat hozzá, úgyhogy én számomra ez tényleg egy rendkívüli öröm, és hát megvalom, egy kicsit izgulok is emiatt most. Meg vagyok 67-től. Mindig dolgoztam, mindig az lebegett a szemem előtt, hogy a nézőknek örömet szerezzek, egy katartikus élményt szerezzek. És amikor fölcsattant a taps, az nekem úgy körülbelül elég volt arra, hogy azt mondjam, hogy jó úton vagyok. Az, hogy egy ilyen díjjal megleptek, hát ez nagyon jól esik. A Prima díjak mellett átadták az év vállalkozója elismeréseket is. A cégek közül egy területfejlesztéssel, pályázati tanácsadással, illetve térségi tervezéssel foglalkozó vállalat ügyvezetőjét kérdeztük a kitüntetésről. Karsai Dániel azt mondja, a koronavírus miatti nehéz helyzetben is meg tudták állni a helyüket. Már várhatóan ebben a következő években is komoly nehézség vagy akár akadályokkal találkozhatok a vállalkozások. Úgyhogy én örülök, hogy a cégünk maga is ebben az nehéz időszakban is fejlődni tudott, és hogy sok vállalkozásnak tudtunk segíteni akár a fennmaradásban, akár a fejlődésében. A díjazottak kiválasztásakor több szempontot is figyelembe vesznek a szakemberek. Természetesen a vállalkozói díjaknál az eddigi eredményeket vettük figyelembe, akik többet tesznek a mindennapi munkájukon fölül, valamint a közéleti is hajlandók valamit áldozni és tenni. A Prima díjasoknál ott az eddigi munka természetesen is az ajánlások alapján lett, akik a megyéért nem csak országosan, tehát megyei szinten, hanem országos szinten is elismertek. Az elismerés több előnnyel is jár, tudtuk meg a VOSZ főtitkárától. Aki megyei Prima díjat nyer, akkor kap 1 000 000 forintos készpénzjutalmat, és ugye ennek a címnek a birtokosa lehet, és a következő évben pedig várományosa automatikusan a Prima Primissimának, tehát az országos Prima díj választásban is benne van, automatikusan jelölődik ilyen módon, és megválasztásra is kerülhet. Az ünnepségen a kitüntetések átadása mellett megemlékeztek Demián Sándorról, a VOSZ elhunyt alapítójáról, elnökéről is, valamint kulturális műsorral színesítették a programot a szervezők.